A Magyar Nemzeti Bank július 4-i hatállyal visszavonta az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet működési engedélyét. A döntés indoklásaként azt hozták nyilvánosságra, hogy a hitelintézet rossz gazdálkodása miatt a betétesek biztonsága érdekében volt szükség a szigorú intézkedésre. A működési engedély visszavonásának hírét június 4-én pénteken a nyitvatartási idő lejárta után hozták nyilvánosságra. Így az ügyfelek csak július 7-én hétfőn reggel tehettek kísérletet bővebb információ szerzésére. Az orgoványi székhely fiók előtt és az izsáki előtt is sorok vártak már kora reggeltől tájékoztatásra. A szövetkezet ügyfelei a számukra várható intézkedés okairól és pénzük várható sorsáról reméltek megnyugtató információkat. Azt hittük, hogy végünk van szó szerint. Hát itt van egy kis takarék pénzünk, mert gazdálkodó ember vagyok, és az aratás itt a nyakunkon, az nem kétfilléres dolog. Ugye a gázolaj is drága, a kombájolás is drága. Minden bizalmunk ebbe a irodába vagy hivatalba volt, mert ugye az ember megkapta a nyugdíját, és bizalommal jött be bármikor, ha venni akart ki belőle, vagy ha hitelt akart. Mikor hallottad a hírt? Péntek este. Mi jutott eszedbe először? Hála Istennek, nekem amott van, de a családomnak mindenkinek itt van, és hát az, hogy úristen, most akkor mi lesz? Tehát soknak ugye az átutalástól kezdve minden itt intéződik, és akkor hát ez egy nehéz dolog, mert most azután hogy lesz? Nekünk a nyugdíjunk itt van, mindenünk itt van. Én péntek délután hallottam meg elsőnek. És most mire számít? Hát reméljük, hogy megkapjuk a nyugdíjunkat, is meg minden, mert azért egy kis abbú élünk. Most például, ha nem kapjuk meg a nyugdíjat, se számlát, semmit nem tudunk kifizetni. Hallottam a hírt, hogy valami gondok vannak itten, és azt szeretném tisztálni, hogy mi a megoldás itten. Azért jöttem le Budapestről, 4 órakor indultam reggel, aztán mondom, megbeszélnénk, hogy mi a teendő ebben a helyzetben, hogy nekem mi a dolgom, hogy rendbe menjenek a dolgok, és jó lélekkel zárjuk ezt a rossz helyzetet. A tájékoztatásra váró ügyfelek végül a helyszínen sem kaptak több információt, mint ami a hivatalos közleményekben is megjelent. Csak információt adtak, nem tudnak mondani semmit. Arról se, hogy mikor kapjátok meg a pénzt? 8 nap türelmi idő. Annyi. Nem tudnak ők se semmit. Majd délután jön valaki állítólag, akik átveszik a bankot. Ennyit tudtak mondani. De hogy a pénz megvan, meg nem veszik-e, az tuti. Érdemi információ nincsen. Csak annyi, hogy akinek valutában van a pénze, annak ugye aggodalomra nincsen oka, mert van egy kiskun takarékszövetkezet, ahova Izsák is került, az fogja kezelni, az ott fel lehet venni a pénzeket. A mi forint számláinkkal és a forint tulajdonunkkal semmilyen új információ nincs, hogy mi lesz, erről majd később kapunk információt. Itten mindenki, a dolgozók is értetlenül állnak, hiszen itt Izsákon a kihelyezett hitelek olyan hitelek voltak, amik még ha a hiteles nem is tudta fizetni, de a kihelyezett hitel megtérült a befektetett ingatlanakból. Itt most mindenféle vádakat mondanak, hogy nagy dologban hol történt, ekkora eltérés, amiről a média beszámol, ezt érthetetlen, hiszen mi itt Izsákon nem ezt tapasztaljuk, és itten, amikor valaki hitelért fordult, mindenki óvatos volt, nem adtak neki hitelt csak akkor, hogyha legalább 150%-os biztonságban volt a megtérülés. És ennek ellenére most arra hivatkoznak, hogy már a média, arra hivatkoznak, hogy olyan hitelek vannak kint, amit nem fog megtérülni, és a jogosulatlan a bank a további működésre. Ez érthetetlen, de hát nem tudunk mit csinálni, várjuk, hogy valami jó is történjen. Augusztus 31-ével a postákon, illetve egyéb kijelölt helyeken kezdődött meg az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet közel 30 000 ügyfelének kártalanítása. Az országos biztosítási alap a törvényeknek megfelelően 100 000 euróig, ez közel 31 millió forint, teljes összegben kártalanítja az ügyfeleket. Az ennél magasabb összegek esetében viszont kétséges a teljes visszatérülés.